Jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Rubikon esten, melynek ezúttal Kádár János és Grósz Károly kapcsolata lesz a fő témája. Köszöntjük azokat is, akik a YouTube csatornánkon keresztül kapcsolódnak be a beszélgetésünkbe. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Megyesi Konstantin történészt, a Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettesét, a Szegedi Egyetem adjunktusát, témánk szakértőjét. Ezúton is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, korábbi ismerettségünk okán tegeződni fogunk. Én Péterfi Gábor vagyok, a tudományos munkatársa a Rubikon Intézetnek. Vágjunk is bele, éppen 34 évvel ezelőttig, 1988. november 24-éig volt Magyarország miniszterelnöke Grósz Károly. Miért lehet érdekes Kádár János és Grósz Károly kapcsolata? Mi motivált téged a kutatás során? Azt gondolom, hogy érdekes lehet, több szempontból is. Ha egyből így belecsapunk a lecsóba, akkor azt gondolom, hogy ez egy hatalom átadási kísérlet volt. És mindenki számára, aki érdeklődik a történelem, meg akár a politika iránt, ez egy tanulságos történet. Hiszen Kádár János abban gondolkodott, hogy valahogy folytatni kell, és Grósz Károlyban látta a megfelelő utódot, és tudjuk azt, hogy a történelem ezt elsodorta. 1988-ban ez a hatalomátadási kísérlet ez megtörtént, tehát bekövetkezett az, amit Kádár János szeretett volna, Grósz Károly vitte tovább a politikai vezetést, ugyanakkor viszont a rendszer megbukott, tehát maga a konstrukció megbukott, és én azt sejtem, hogy emögött az lehet, hogy Kádár János későn kezdte ezt a folyamatot. Ugye tudjuk azt, hogy 1972-ben Kádár benyújtotta a lemondását, de csak egy hatalmi taktikai elem volt, ezáltal lényegében meg akarta erősíteni a hatalmát. De 1972-ben, amikor Kádár János 60 éves volt, ezt a folyamatot el kellett volna kezdenie. Nem kellett volna azonnal végrehajtani, de évek előkészítő munkájával valamikor 1980 körül át kellett volna, hogy adja a hatalmat. Én azt gondolom, de persze nagyon könnyű helyzetben vagyok, hiszen van történelmi távlat, rendelkezésünkre állnak a források, levéltári források, visszaemlékezések, tehát mi most már mindent tudunk és látunk, és utólag megállapíthatjuk könnyen és hegykén, hogy hamarabb kellett volna. És hogyha tényleg hamarabb ez bekövetkezik, akkor az országnak is jobb lett volna, hiszen egy dinamikusabb vezetője lehetett volna a 80-as években. Azért ne feledjük el, hogy Kádár János a 80-as években már egy öregedő ember volt, aki kevésbé értette a politikai folyamatokat. Azt hiszem, hogy ha egy Grósz Károly-szerű figurának átadta volna Kádár János a hatalmat, akkor ennek a bizonyos új vezetőnek is jobb lett volna, könnyebb lett volna a dolga, mint 1988 májusában Grósz Károlynak volt. Magának Kádár Jánosnak is jobb lett volna, hiszen nem kellett volna a politikával küszködnie 71-nány éves idős emberként. Másrészt a 80-as évek elején Kádárnak olyan népszerűsége volt, ugye ezt szokták emlegetni, hogyha szabad választások lettek volna, elképzelhető, hogy Kádár János a szabad választásokat a 80-as években megnyerte volna. Ha ő akkor átadja a hatalmat, akkor az egy valóságos népünnepé lehetett volna. Tehát Kádárnak magának is jobb lett volna. Tehát az egész könyvnek ilyen szempontból az a tanulsága, ezért lehet szerintem érdekes maga a történet, hogy hogyan zajlik egy ilyen típusú hatalomátadási kísérlet. Kádár János utólag kimondhatjuk, lekéste a vonatot, és a történelem ezt megbüntette. Értem, utaltál a forrásokra. A könyvedben írott, hogy döntően Grósz visszaemlékezéseire kellett hagyatkozni. Mennyiben nehezítette meg ez a munkádat a kutatás során? Ugye nagyon sok információt tudunk, a történész szakma tud erről az időszakról, meg tud a szereplőkről. Jó magam rengeteg levéltári forrást megnéztem. A legmarkánsabb forrást ilyen szempontból viszont, meg újszerű forrást Grósz Károlynak a különböző publikálatlan visszaemlékezései jelentik. Hiszen van két olyan nagyon hosszú, nagyon komoly életút interjúja Grósz Károlynak, amelyben egészen őszintén beszél. Nyilván minden visszaemlékezést, minden ilyen típusú úgynevezett ego dokumentumot egy kis fenntartással kell kezelnünk, hiszen nehezen tudjuk ellenőrizni, hogy igazat mond-e az illető.
apró, kisebb technikákkal próbáltam beazonosítani, hogy igazat mond-e Grósz Károly. Direkt füllentésen nem kaptam egyébként. Tehát ezekben az interjúkban úgy tűnik, hogy őszintén beszélt. Tehát egyetlen egy kis nüanszot elmesélek. Tehát ő beszámolt, tehát Grósz Károly beszámolt például arról, hogy a 88 májusi pártértekezlet előtt, ugye a 88 májusi pártértekezleten zajlott le ez a bizonyos hatalom átadás. Tehát, hogy előtte milyen típusú tárgyalásai voltak Grósznak és Kádárnak, ezt Grósz visszaemlékezéséből tudjuk, és azt is, a dinamikáját is elmondta, hogy hány naponta találkoztak, mikor kezdték ezt az egyeztetést, és megnéztem Kádár Jánosnak az asztali naptárait, amelyek levéltári forrásnak számítanak, és ezekből az asztali naptár bejegyzésekből nyomon lehet követni, legalább ebben az egy szegmensben, hogy Grósz annyiban biztos, hogy igazat mond, hogy akkoriban ezek a tárgyalások valóban megvoltak. Tehát legalább egy ponton keresztül azt tudtam mondani, hogy hiteles a forrás. Nem fogok neveket mondani, de azért vannak a korszaknak olyan típusú szereplői, nagyon fontos szereplői, akiknek szintén vannak visszaemlékezései, vannak életút visszaemlékezései, és azok a szereplők viszont könnyebben kaphatók a füllentésen, tehát ilyenek is vannak, de hát nyilván illetlen dolog lenne ilyenekről beszélni és nevesíteni. Grósznál kevésbé tapasztaltam ilyeneket, tehát egy egyenes fazon volt ilyen szempontból, és hát ugye ezt hangsúlyozom, hogy tényleg óvatosan kell eljárni, hiszen ezek nagyon szubjektív források, de alapvetően azt gondolom, hogy a történettudományi megítélést, a történettudományi munkát segítették ezek a források, ezek, amelyek alapvető újszerűséget és újdonságot biztosítanak, hiszen a levéltári források, aki érdeklődik ez a korszak iránt, megnézheti a különböző levéltárakban, viszont ez a két Grósz interjú, ez eddig ismeretlen volt a kutatás számára is, publikálatlan fontos források. Utaltál a 80-as évekre, javaslom, hogy haladjunk időrendben. Mikor találkozott először Kádár és Grósz? Mi jellemezte a kezdeti éveket? Egy nagyon nehéz időszakban és egy nagyon nehéz napon találkoztak. 1956. november 11-én találkoztak először. Kádár János, mint az ország vezetője, abban az időszakban Kádár volt az ország leggyűlöltebb figurája. Ami hát annyiban érthető és világos, hogy úgymond az ő nevével kötötték össze a forradalom leverését, tehát ő vállalta a felelősséget a forradalom leveréséért. November 4-e után egy héttel vagyunk. Grósz Károly ebben az időszakban, mondjuk így, hogy ideiglenes vezetője a Borsod megyei pártnak, az MSZNP Borsod megyei vezetője, és fiatal ember, 26-27 éves fiatal emberként van jelen ezen a megbeszélésen, fönt a parlamentben találkoznak. Ez egy rövid találkozás közöttük, azért abban az időszakban Kádár Jánosnak volt egyéb dolga is, mint hogy Grósz Károlya csevegjen, meg Grósznak is volt más egyéb dolga. Ő alapvetően Müdik Ferenchez ment, aki ugye a karhatalomért volt felelős, és a karhatalomnak a miskolci megerősítését tervezgették, meg azon dolgoztak, illetve ami szintén nagyon fontos volt, hogy azért ment föl Grósz Károly, hogy elérje, hogy Földvári Rudolfot engedjék szabadon. Földvári Rudolf korábban rákosista pártvezető volt, az 56-os forradalom időszakában viszont a forradalom ügye mellé állt, úgyhogy nem véletlen, hogy úgy is emlegették, hogy ő volt a Miskolci Nagy Imre. Tehát azért az életútja kapcsán ez egy fontos elem lehet, hogy 1953. márciusában, Sztálin halálának az időszakában Földvári Rudolf Budapest város első titkára, tehát ő Budapest pártvezetője, és a protokoll szerint Sztálin temetésére mennie kellett a csatlós államoknak az első számú pártvezetőjének, Rákosi Mátyásnak, és hát ott kellett lenni a protokoll szerint Budapest első emberének is, az Földvári Rudolf volt akkor, mint fiatal ember, ott állt Sztálin koporsójánál Rákosi Mátyással együtt.
Egyébként Földvári Rudolf még él, 101 éves. És azért gondolom, hogy morálisan egy rendkívül érdekes és fontos figura, mert a rákosista múltja ellenére 56-ban, az 56-os forradalom napjaiban bevállalta a forradalomnak az ügyét, és a Nagy Imre kormány mellé állt. Ezért november 4-e után a szovjetek úgymond elrabolták, kivitték Kárpátaljára, és ott tartották fogságban. A miskolci nép, meg a borsodiak viszont annyira kedvelték Földvári Rudolfot, hogy grószék úgy érezték, hogy nem lehet rendet tenni, tehát nem lehet konszolidálni a helyzetet, hogyha nem hozzák vissza Földvári Rudolfot, úgyhogy Grósz Károly ezért ment föl Budapestre a parlamentbe tárgyalni Kádár Jánossal és Münich Ferenccel. Ez a tárgyalás egyébként sikeres volt, olyannyira, hogy igaz, hogy Kádárral csak röviden beszéltek, Münichkel sokkal hosszabban, de elérték azt, hogy Földvári Rudolfot elengedték a szovjetek. Kádár János személyesen kért segítséget Szerovtól, a KGB-nek a főnökétől, és Szerov személyes utasításban adta ki a parancsot, hogy szabadon kell engedni Földvári Rudolfot. Szabadon is engedték, tehát november közepén már itt volt Miskolcon, és valóban ez a jelenség, tehát hogy ő visszatérjen Miskolcra, kellett ahhoz, hogy a kedélye legyungodjanak. Tehát az első találkozásuk ehhez kapcsolódik, 56. november 11. Azért erről az időszakról persze nem akarok túl sokat beszélni, de szerintem van még egy történet, ami nagyon, nagyon izgalmas, és hogy a korszakot szerintem megfelelően lehet ezzel a történettel illusztrálni. Ugye Kádár János elvállalta ezt a nem túl dicsőséges szerepet, hogy ő a forradalomnak a leverője, pedig hát őt ugye a rákosista időszakban is üldözték, tudjuk azt, hogy börtönben is volt, tehát nem föltétlenül egy ilyen véreskezű megtorló karakterként kellett volna, hogy feltűnjön. Azt kell tudni még a forradalom történetével kapcsolatban, hogy november 1-én lényegében Kádár János eltűnik. Ugye a forradalom történetén belül a Kádár eltűnés az egy misztikus elem. Tudjuk azt, hogy Moszkvába viszik, ez is egy félig meddig elrablás egyébként, csak utána Kádár érzelmileg is a szovjetek mellé áll, és ugye november 2-án, november 3-án zajlanak ezek a tárgyalások. Ugye azért mondom, hogy félig meddig elrablás, hiszen Kádár hivatalosan a Bajza utcai szovjet nagykövetségre megy, akkor Magyarországon még ugye november elején viszonylag jó idő volt. És akkor egy ilyen lóden kabátszerűségbe megy el a nagykövetségre, viszont amikor kiviszik Ungvárra, illetve kiviszik Moszkvába, ott már nagyon hideg volt, tehát erről vannak források, hogy egyszerűen Kádár János fázott, mert egy ideig nem adtak neki melegebb ruhát. Nem kell megsajnálnunk, tehát ez nem arról szól, hogy megsajnáljuk Kádár Jánost, mert hát nyilvánvaló, hogy szörnyű dolgokat vállalt föl. Egyébként erről az időszakról, tehát Kádár elrablásától odáig, hogy Kádár János visszaérkezik Budapestre, mint úgymond a gyűlölt diktátor, Benedek Szabolcs írt egy remek regényt Kádár hét napja címmel, és hát amikor viszont visszatér, ez az egy hét után, ez egy rendkívül sűrű egy hét volt, akkor megérkezik a parlament elé, a felesége sem tudta egy darabig, tehát Kádárné sem tudta, hogy Kádár János maga hol van, és hát utána viszont az asszony számára is világosan vált, hogy a férje bevállalta ezt a szerepet, a forradalom leverőjének a szerepét, és hát ugye fönnmaradtak erről források és információk, hogy a parlament előtt, amikor Kádár tényleg egy igazi báb kormányzóként a szovjet szuronyok segítségével visszatér egy szovjet tankba, egy szovjet katonai járműbe, akkor a felesége majdhogy nem megveri, most ezt kicsit ilyen szabadon fogalmazok, de hangosan elkezdi mások előtt korholni, hogy miért kellett neki ezt a, és ez egy csúnya kifejezés jön, ezt most nem mondom ki, tehát ez betűvel kezdődik, tehát hogy neki miért kellett ezt elvállalnia. Úgyhogy ilyen szituáció volt, ilyen emberi történetek zajlottak ebben az időszakban, ekkor találkoztak először ebben az időszakban, november 11-én, a későbbiekben, a 60-as években pedig hát ugye a főnöke lett. Akár úgy, hogy a Magyar Rádió pártbizottsági első titkára volt, pártbizottsági titkára volt Grósz Károly, majd a későbbiekben pedig ilyen propaganda főnök lett Kádár János mellett Grósz Károly. A következő kérdésem pont erre a szakaszra vonatkozna. 1962-től Grósz
a rádió és televízió pártitkára. Miért ő ráesett a választás? Fiatalember, ambiciózus, rendkívül ambiciózus. Ugye amikor kinevezik rádiós párt főnöknek, akkor 31-hány éves, és ugye ezt látták a korabeli pártvezetők is, hogy van benne szufla. Nagyon érdeklődik a modern technológia iránt, másrészt pedig egy megbízható figura, tehát úgymond jó elvtársnak tartják, egy ambiciózus jó elvtársnak tűnik a Kádárék szemébe, és hát azt is érzik, meg érzékeli Kádárék, hogy ide egy ilyen típusú figura kell, ugyanis a Magyar Rádió és Televízió elnöke akkor Tömpe elvtárs, aki viszont egy kipróbált harcos, Tömpe részt vett a spanyol polgárháborúban. Tehát olyan szinten ismerte az élet meg a politika nagy jelenségeit. Tehát volt egy öreg harcos, meg volt egy fiatal ambiciózus jó elvtárs. És ezt gondolták Kádárék, hogy ez a megfelelő személyi konstrukció. Egyébként alapvetően az öreg Tömpe meg a fiatal Grósz egészen jól tudtak együtt dolgozni. Ugye 5 éven keresztül volt a rádió-televízió pártitkára Grósz. A különböző visszaemlékezéseiben egyébként mindenhol azt mondja, hogy élete legboldogabb 5 éve volt, nagyon szerette a rádiónak a közegét, az a típusú pártitkár volt a rádióban, aki hallgatta a műsorokat, aki szenvedélyesen figyelte a különböző jelenségeket, egyszerűen abban élt, szerette azokat a vitákat, kedvelte azokat a rádiós legendákat, úgyhogy alapvetően szerintem ő maradt volna, hogyha rajta múlik, de 1967-ben olyan döntés született, hogy be kellett menni a pártközpontba, és ő lett az agitációs és propagandosztály vezető helyettese. Ugye az idősebbek ezt úgy ismeretik ezt a fogalmat, hogy az apó, ő lett az apónak a helyettes vezetője. Gyakorlatilag ő lesz Kádár PR tanácsadója, mai fogalmaink szerint. A kommunikáció megítélése terén nagyon különböznek, ez kiemelet. Kádár aprólékos, Grósz lezserebb stílust képvisel. Hogyan tudtak együtt dolgozni? Nem volt könnyű, ahogy a források alapján be lehet azonosítani. Kádár már akkor is lassú volt és megfontolt, és nem akart változásokat. Grósz pedig nyüzsgött. Nyüzsgött, dinamikus volt, és állandóan változásokat akart. Azért Kádár János a 60-as évek végétől, meg főleg a 70-es években már egy elefánt, egy ilyen sajátos szocialista elefántcsontoronyban élt és működött, és nem föltétlenül érezte a mindennapoknak a világát. Grósz viszont az a fajta karakter volt, hogy ha úgy adódott, akkor szívesen elment színházba, moziba, beült a kocsmába inni egy jó fröccsöt. Tehát ő érzékelte a mindennapi valóságot, tehát eleve jóval fiatalabb volt, és azt is érzékelte a 70-es években, hogy dinamizálni kellene az ügyeket. Amit ugye mondanak a Szovjetunióval kapcsolatban, hogy a brezsnyevi bangás, ugye ez is egy összetett dolog, ebben nem megyek bele jobban. Ennek a mintájára mondhatjuk azt, hogy a 70-es években volt egy kádári pangás. Na most Grósz kifejezetten így élte meg, hogy pangás van. És ő egyfolytában mondogatta, hogy változtatni kell. És hát ugye azért vannak olyan pártvezetők, akik a visszaemlékezéseikben úgy emlékeznek vissza, hogy a 70-es években ők már nagyon nagy reformerek voltak, a források nem feltétlenül erről szólnak minden esetben. Grósznak a dinamikáját, vagy a változtatási szándékát viszont a levéltári források is visszajelzik. Tehát ő valóban egészen őszintén mondott ki dolgokat. Persze ezek a különböző jelentések, amelyeket például Grósz írt agitációs és propaganda vezetőként a 70-es években, tele van ezekkel a szocialista klissékkel, de mégis olyan jelenségekre is felhívja a figyelmet, amely meglepő. Tehát az államadóság ügye például. Tehát akkoriban még a legfelső pártvezetésben is, amikor az államadóság ügye szóba került, akkor még a Kádárhoz közel áll emberek is szerintem olyan állapotba kerültek, mint a fagyott macska. Na most Grósz viszont az olyan durbele boom módjára képes volt még ezeket a témákat is tematizálni. És egy idő után persze Kádár úgy érezte, hogy ez neki sok. És akkor egyik megközelítésben kirúgta, és elküldte Büntibe, Miskolcra, Borsod megyei első titkárnak,
De lehet egy olyan megközelítés is, hogy ez nem bünti volt, nem büntetés volt, hanem egyszerűen ki akarta próbálni, hogy Grósz Károly hogyan működik politikai vezetőként, tehát nem kommunikációs vezetőként, hanem hogyan működik egy olyan óriási tartomány élén, amit ugye a borsodi terület jelentett. Hogyan lett belőle 87 nyarán miniszterelnök mindezekkel együtt? És te nagyot ugrunk, igen, mégis fontos itt az utolsó másfél-két év kettőjük kapcsolatában. Igen, itt ugye ezt a metaforát használom, hogy Kádár Jánosnak a fogadott fia volt, úgymond Grósz Károly, és hogy hosszú időn keresztül kereste, hogy ki lehet a fogadott fiú. Voltak fogadott fiú jelöltek és önjelöltek, de hát végülis 1987 nyarán születik meg az a döntés, hogy Grósz Károly lesz a fogadott fiú. Nem is a 88 májusi pártértekezlet a fontos ilyen szempontból, amikor Grósz főtitkár lesz és hivatalosan is Kádár János utóda, hanem ilyen szempontból az a lényegesebb, amikor Grósz miniszterelnök lesz 87 nyarán. Ennek a történetnek a háttere azért az egy 6 éves történet. Az, hogy tényleg büntibe volt, vagy nem volt büntibe, az egy érdekes dolog. Grósz Károly egyébként a visszaemlékezésekben arról beszél, hogy ő úgy érezte, hogy büntibe volt. 1981-ben változik ez meg, tehát a 79-es kirúgása után 2 évig nem kommunikálnak érdemben Kádár Jánossal, tehát azért ez viszont azt erősíti meg, hogy Kádár azért haragudott Grószra. 81-ben a központi bizottság ülésén van egy olyan Grósz-féle felszólalás, ahol viszont Kádár rácsodálkozik, hogy ez a fiú, ez érettebbé vált. Tehát nem csak az a nagydumás, hübelebalás karakter, hanem hogy megfontoltan tud érvelni bizonyos jelenségek mellett, és a központi bizottság ülésének a szünetében oda ment hozzá, mármint Kádár Grósz Károlyhoz, és arról beszélt, hogy mit szólna hozzá Grósz elvtárs, hogyha lemenne Miskolcra meglátogatni. Kádárról azt kell tudni, 1981-ről beszélünk, tehát már közel 70 éves, nem szeret máshol aludni. Tehát ha el is ment vidékre, akkor úgy volt vele, hogy ő hazajön a saját ágyába, szeretne csicsikálni. Miskolc esetén viszont kivételtett, és lement 2 éjszakára. Ez a korabeli elemzők számára már érdekes pont lehetett, hogy itt valami fontos dolog történik, hogyha 3 napra lemegy úgymond Miskolcra Kádár János, és hát valóban ott megtört a jég, személyesen elment Kádár a Grósz családnak a lakásába, épp ott vannak az unokák, kicsi unokák, azok ugrabugrálnak, rohangálnak össze-vissza, pogácsáznak, beszélgetnek, és utána pedig 4 szem közt is folytatják ezt a beszélgetést, lent a ház előtt sétálnak, és Kádár olyan őszintén beszél Grósznak, hogy Grósz nem is tudja hova tenni, hiszen ő ugye Borsod megyei első titkár, de hát minimum, mint hogyha egy miniszterrel beszélt volna, tehát bevonja. Ez az első olyan, tehát hiába volt ugye hosszú-hosszú éveken keresztül egyfajta ilyen propagandafőnök Grósz Károly Kádár János mellett, ilyen típusú bizalmi kapcsolat nem alakult ki közöttük. 1981-ben Miskolcon a Grósz ház előtt sétálgatva, viszont ez a fajta bizalmi kapcsolat kezd kialakulni, és onnantól kezdve Grósz maga is érezte, hogy megváltozott a légkör. Az persze, az hogy a politikának a jelenségéről mond sokat, hogy amikor leküldik Grósz Károlyt Miskolcra, akkor hát egy kicsit úgy elfogy körülött a levegő, és senki nem foglalkozik vele. Amikor 81-ben lemegy Kádár is, és ott tölt 2 éjszakát és 3 napot, onnantól kezdve mindenki Miskolcra akar menni, és az összes fontos kommunista politikus az tiszteletét teszi Miskolcon, Borsod megyében. Tehát van is olyan korabeli poén, hogy mi van, áthelyezték az MSZNP központját Miskolcra, mert hogy olyan szinten sürgésforgás ment, hát nyilván ráéreztek a politikai szereplők, hogy innentől kezdve az a szakasz jön, amikor Grósszal már jóba kell lenni. 1984-ben Kádár fölrendeli Budapestre, Budapest fővárosnak lesz az első titkára, tehát
ő lesz a budapesti főpolgármester ilyen szempontból, hogyha mai kategóriák alapján akarjuk nézni. Lényegében 3 éven keresztül tölti be ezt a pozíciót, és 87 nyarától lesz miniszterelnök. A budapesti első titkárság is azt a célt szolgálhatta, hogy Grossnak legyen kormányzati tapasztalata. Tehát nyilván első titkárnak lenni Budapesten az azt jelentette, hogy rengeteg napi üggyel kellett foglalkozni, és be is vállalta ezt a fajta operatív cselekvő karaktert. Megnéztem ilyen szempontból is a forrásokat. Azt mondhatjuk, hogy egy ilyen ügyintéző karakter volt, aki tényleg a napi ügyeket bevállalta. Ez is erősítette egyébként a kormányzó képességét. Persze nagyon sokan tartottak Grósz Károlytól, a keményvonalas mi voltától. Tehát például Acél, amikor Acél György, aki ugye Kádár János bizalmi embere volt, amikor viszont Kádár úgy dönt, hogy Grósz legyen a miniszterelnök, akkor Acél nagyon megijed, és a moszkvai kapcsolatait is megmozgatja, Moszkvában is tárgyal Acél, és megpróbálja ezt megvétózni, megpróbálja blokkolni, és hát hivatalosan nyilván azt kéri Gorbacsovnak a tanácsadóitól, ezektől a fontos szovjet pártvezetőktől, hogy beszéljék le Kádár elvtársat arról, hogy Grósz elvtárs legyen a miniszterelnök, mert Grósz elvtárs az lehet, hogy dinamikus, meg lehet, hogy a gazdaságban reformer, de politikailag viszont veszélyes, kemény vonalas lehet, ezért lobbizik Grósz ellen Acél. Szerencsére ez a fajta acéli félelem ez nem valósult meg. Nyers Rezsőnek van egy olyan típusú visszaemlékezése, ahol azt mondja, hogy amikor Grósz Károly miniszterelnök lesz, akkor egy igazi ilyen lelki átalakulás jellemezte Grósz Károlyt. Tehát folyamatosan szelídül, tehát a 70-es évek nagydumás agiproposa után, ugye a 70-es évek végétől a 80-as évek elején már egy sokkal szelídebb figura, miniszterelnökként pedig kifejezetten reformer karaktert mutat, és rendkívül népszerű. Ez mai szemmel, meg mai gondolkodással nagyon furcsának tűnhet, hogy ilyet mondok, hogy nagyon népszerű volt Grósz Károly, de 1987 nyarán friss miniszterelnökként egészen lényegében 88 nyaráig nagyon népszerű. Tehát ő a legnépszerűbb magyar politikus abban az időszakban, tehát vannak ilyen típusú visszaemlékezések, hogy bármerre ment Grósz, akkor a tömeg skandálta, hogy Grósz Karcsi, tehát ennyire szerették. Utána nyilván ez különböző okok miatt megváltozott. Említetted korábban a 88 májusi pártértekezletet. Valóban szembefordult Grósz Kádárral? És honnan ered az apagyilkosság metafora, amit a könyvben is használsz, és hát a könyv címe is ez? Valóban Kádár Brutuszává vált Grósz? Aki még nem olvasta a könyvet, és esetleg a cím miatt nem akarja elolvasni, akkor bíztatom, hogy azért lépjünk túl ezen. A cím az vad, de maga a tartalom reményeim szerint viszont szelíd, elemzői tartalom. Ugyanakkor viszont annyiban mégis legitim lehet ez a fajta metafora, az apagyilkosság metaforája, hiszen maga Kádár János volt az, aki elkezdett, most így mondom, brutuszozni. Tehát ahogy lement a 88 májusi pártértekezlet, akkor Katona Istvánnak, aki mai kifejezéssel Kádár Jánosnak a kabinet főnöke volt, személyi titkára, Katona Istvánnak beszélt arról Kádár János, hogy Katona elvtárs, a brutuszok megjelentek. Tehát ez volt szó szerint, tehát hogy a brutuszok megjelentek, tehát nem azt mondta, hogy Grósz Károly egy brutusszá vált, hanem így fogalmazott, hogy a brutuszok megjelentek. Tehát ez az egyik legitimáló tényező, hogy egy ilyen vad címe van a könyvnek. A másik pedig az, hogy más történészek is egyébként ezt a fajta metaforát használják. Legfeljebb én egy picit jobban fókuszáltam erre, de most nézzük meg a tartalmi részt. Kádár és Grósz között volt egy megegyezés, ami arról szólt, ugye a hatalomátadási kísérlet, amiről beszéltem, hogy Grósz Károly átveszi a főtitkári posztot. Az idősebbek számára ugye ez a fogalom, hogy politikai bizottság, ez nagyon ismerősen hangzik, a fiatalok viszont nem tudják, hogy miről beszélek. Ha nagyon leegyszerűsítjük, meg ugye ezek sokkal bonyolultabb dolgok, de hát a politikai bizottság az majdhogy nem
olyan erővel bírt, mint most a kormány. De ez egy nagyon, ez nagyon, nagyon félre vihet, de alapvetően a politikai bizottság döntött mindenről, az MSZNP politikai bizottsága döntött mindenről, ami fontos volt az országban. És úgy gondolta Kádár, hogy akkor Grósz vegye át a főtitkári posztot, viszont a politikai bizottságban csak egy kisebb változás történjen. Két, maximum három főt engedélyezett volna Kádár János PB tag csere szempontjából. Nem így történt, hanem lényegében az összes kádáristát kisöpörték a politikai bizottságból. Kádár azért nem akart radikálisabb változást a PB-ben, mert meg is fogalmazta Grósznak, hogy úgy fog feltűnni, hogy ő megbukott, meg hogy a rendszer megbukott, hogyha kisöplik a kádáristákat, és sokkal több személycsere lesz. A 88 májusi pártértekezleten viszont olyan földindulásszerű változás következik be, hogy részben, spontán módon kiszavazzák, ugye először a központi bizottságból, de az lényeg, hogy a politikai bizottságból való kiszavazást is jelentette, tehát kiszavazzák ezeket az ős kádáristákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy spontán folyamat is volt. Az, hogy én ezt gondolom, az egy dolog, ahogy a források alapján ezt meg tudom ítélni. Tény, hogy Berecz János és Grósz Károly, hát még amikor érzékelték azt, hogy itt halad a vonat nagy sebességgel, akkor azért még rápakoltak. Tehát azért még dobtak rá egy-két lapáttal. Tehát tudatosan még inkább rádolgoztak, és ezt Kádár nyilván megérezte, hogy Grósz és Berecz beleálltak ebbe, hogy az ős kádáristákat szavazzák ki a politikai bizottságból, és ezen borult ki az öreg Kádár, ezért mondta azt, hogy a Bluetooth-ok megjelentek, ezt fogta föl úgy Kádár János, hogy Grósz Károly szembefordult vele, mert noha ő csak két-három cserét szeretett volna, lényegében hat fő az ment a levesbe, politikai értelemben, és teljesen megújult a politikai bizottság. Senki nem került be a politikai bizottságba azok közül, akik 1985 előtt, tehát akik 85 előtt PB tagok voltak. Tehát ez egy teljes személycserét jelentett, úgyhogy ezt élte meg rosszul Kádár, és előzetesen nem véletlen mondta azt, hogy ne legyen nagy csere, mert akkor úgy fog tűnni, hogy megbukott a kádárizmus, no ezt így nem így mondta, hogy kádárizmus, de utólagosan azt mondhatjuk, hogy valóban 88 májusában nem Kádár János bukott meg, hiszen ez egy megállapodás volt, hanem a kádárizmus bukott meg. És Grósz Károly, amikor még egy-két lapáttal rádolgozott erre a lendületre, akkor lényegében nem Kádár János buktatta meg, hanem a kádárizmust. De Kádár számára ez fájóbb volt, mint hogyha ő vele magával ment volna szembe Grósz Károly. Az új kommunisták kiszorították a régi kommunistákat, talán mondhatjuk így is. Mi volt Grósz szerepe Kádár hírhet utolsó beszédében? Volt közöttük akkor még olyan kapcsolat, hogy hatással volt korábbi mentorára, főnökére? Szerintem igen, egyébként emellett, hogy itt Kádár brutuszozik, és amikor brutuszozik, és nyilvánvaló, hogy az egyik brutusz az Grósz Károly, tehát ennek ellenére kifejezetten jó kapcsolatban maradtak. Ez most így nagyon-nagyon furcsa hangzik, az emberi lélek bonyolult. Tehát hogy is lehet az, hogy az apa úgy ítéli meg, hogy apagyilkosság áldozata, de még utána azért haverkodik a fiával. Tehát itt azért sok képzavar is van, meg egy bonyolult pszichés összefüggés. Megint csak Kádár Jánosnak az asztali naptárát tudjuk segítségül hívni. Látszik, tehát 88 májusa után is látszik, hogy rendszeresen találkoztak, és azt is tudjuk, hogy Kádár János egyik utolsó, épp elmélyű cselekedete az volt, amikor fölhívta Fok Jenőt, aki volt korábban a miniszterelnöke, és beszélt neki, és hát többek között Fok Jenőn keresztül akkor ott elnézést kért Grósz Károlytól, amiatt ez a bizonyos rendkívül rejtélyes és bizonyos szempontból szörnyű utolsó Kádár beszéd kapcsán, tehát ott Grósz Károlytól is elnézést kért Fok Jenőn keresztül, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozta az új főtitkárt, tehát mivel az egy utolsó épp elmélyű cselekedete mögött is benne volt az, hogy ő egyébként Grósznak nem akart volna ártani, és nem akarta őt ilyen rossz helyzetbe hozni, hogy ez a bizonyos utolsó beszéd 1989 áprilisában,
amikor hát Kádár Jánosnak vannak olyan napjai, amikor még kifejezetten beszámítható és képes gondolkodni, és képes összefüggéseket meglátni, vannak ilyen napok, és vannak olyan napok, amikor viszont teljesen a szétesettség állapotában van. És Kádárban valahogy megvan az a szándék, hogy ő beszélni akar. Ugye azért ne feledjük el, már Posgai Imrének az ominózus kijelentése után vagyunk, amikor ugye Posgai kijelentette, hogy 1956 népfelkelés volt. Tehát újra írja a magyar politika a közelmúlt történelmét, és Kádár akkor még él. Tehát Kádár ezeket a híreket képes befogadni, és úgy gondolja, hogy nyilatkoznia kell, és hát ugye ő egy ilyen szempontból egy fegyelmezett elvtárs, egy fegyelmezett kommunista, hol nyilatkozna máshol, ha nem a központi bizottság előtt. És úgy gondolja, hogy be kell menni a központi bizottság ülésére, és ott beszélnie kell, ott el kell mondani a saját maga álláspontját. Az orvosai tisztában vannak vele, hogy Kádár erre már nem képes. És megpróbálják, amennyire csak lehet, Kádárt visszafogni, de végül is Kádár most csúnya kifejezés, meg főleg egy történelmi szituációra, becsörtet. Becsörtet a központi bizottság ülésére, és elmondja ezt a bizonyos utolsó beszédét, ami hát döbbenet. Tehát ugye közismert tény, hogy a központi bizottságban ülő elvtársnő, pedig azért azok az elvtársnők is sokat láthattak az életben, na most ezek a kipróbált elvtársnők sírnak. Tehát olyan szinten megdöbbennek, olyan szinten elképednek, hogy az a Kádár János, aki egy óriási tekintély volt a számukra. Úgy nőttek föl, hogy akár még gyerekek voltak, és már Kádár volt az ország vezetője. Na most ezek az elvtársnők, ezek kiborulnak. De a férfiak is egyébként nem tudják hova tenni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Személyesen azt gondolom, tehát most azt hiszem, hogy nyilván egyszerűsítenem kell a történetet, meg le kell rövidítenem. Szerintem egyébként Grósz Károly nem felelős azért. Tehát én azt gondolom, hogy nem elfogadható az a teória, mert van egy olyan típusú teória, hogy Grósz Károly gonosz emberként tudatosan csőbe húzta az öreg Kádárt azért, hogy ezáltal még jobban le lehessen járatni a közvélemény előtt Kádár Jánost. Én ezt személyesen nem gondolom. Szerintem Grósz Károly sodródott, és a sodródásnak az egyik bizonyítéka számomra, hogy nagyon komoly diplomáciai erőfeszítéseket tett Grósz Károly annak érdekében, hogy Kádár Jánost, a beteg öreg Kádár Jánost Lengyelországban fogadják egy gyógykezelésre. Na most, tehát kifejezetten az egyik diplomatáját kiküldte Jeruzelszkihez, hogy Jeruzelszki személyesen hívja meg Kádárt. Kádár és Jeruzelszki között egy nagyon-nagyon jó és szoros nexus volt, és Grósz abban bízott, hogy erre a szoros nexusra való tekintette Kádár el fogja fogadni a meghívást, és kimegy szanatóriumba valahova valamelyik lengyel területre, de erre azt mondta Kádár, hogy ő nem fog úgy elmenekülni az országból, meg nem, ő nem fog úgy emigrációba menni, mint Rákosi Mátyás. Ezért találta ki nyilván Grósz ezt, meg Grósz stábja, hogy föl sem merült a Szovjetunió, hanem Lengyelország. Tehát Lengyelország ilyen szempontból egy sokkal biztonságosabb, nyugodtabb terület lehetett volna, de Kádár még ezt se akart elfogadni, olyan szinten el akarta magát határolni Rákosi Mátyástól, hogy nem akar ugyanúgy emigrációba menni, mint ahogy Rákosi Mátyás emigrációba ment, tehát elutasítja ezt a verziót, de én személyesen azt gondolom, hogy ha Grósz erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy meglegyen ez a lengyel lehetőség, aki nem gondolom, hogy a központi bizottság előtt elmondott beszéd az egy ilyen grószi konspiráció lett volna. Ez az én személyes álláspontom. Ugye vannak olyan típusú érvek, amelyek arról szólnak, hogy meg kellett volna ezt akadályozni. De hogy lehetett volna megakadályozni? Lekötötték volna? Tehát az orvosok beinjekciózták volna Kádár Jánost? Azért ne feledjük el, hogy ebben az időszakban igaz, hogy idézőben tiszteletbeli elnök Kádár János az MSZNP elnöke, ami egy tiszteletbeli funkció volt, és nem járt semmiféle jogkörrel, de mégis az MSZNP elnöke. Az MSZNP elnökét
be lehetett volna injekciózni. Vagy lehetett volna olyan, hogy Grósz Károly főtitkárként tudatosan nem ad autót Kádár Jánosnak, és akkor a Kútvölgyiből nem tudott volna átmenni a pártszékházba olyan könnyen. Tehát mit kellett volna tennie? Tehát én azt a kérdést teszem fel, hogy mit kellett volna tennie Grósz Károlynak? Tehát én azt gondolom, hogy nem volt ilyen típusú konspiráció, meg manipuláció. Grósz egyszerűen sodródott. Amikor pedig jött az információ, hogy megérkezett Kádár János a központi bizottság épületébe, és beszélni akar, akkor megint csak nem volt lehetősége, szót kellett adni, és hát ez a beszéd, ez bekövetkezett. Jó magam ezt úgy ítélem meg, hogy bizonyos szempontból ez egy történelmi igazságtétel is volt. Tehát emberként akár sajnálhatjuk is ezt a halálba készülő öregembert. A másik oldalról viszont azt gondolom, hogy az 56-os forradalmárok viszont ott kapták meg a történelmtől a rehabilitációt. Kádár Jánosnak volt lelkiismerete. És ez egy fontos dolog a politikusok meg a diktátorok esetén. Rákosi Mátyásnak nem volt. Rákosi Mátyás a bukása után még élt 15 évet. Megírta a visszaemlékezéseit. Egyetlen egy mondat nincs arról, amelyben azt éreznénk, hogy Rákosi Mátyás, aki szintén egy véreskező diktátor volt, egy mondat nincs, ami alapján úgy érezhetnénk, hogy ez az ember elgondolkodott azon, hogy bűnöket követett el. Rákosi Mátyásnak egyszerűen, tehát persze lehet, hogy a pszichiáterek vitatkoznának velem, nem volt lelkiismerete. Egyszerűen nem volt lelkiismerete. Kádár Jánost nem védeni akarom természetesen, a történelem ítélkezik fölötte, de Kádár Jánosnak volt lelkiismerete, éppen ebből fakadóan gyötörte a lelkiismeret fordulás, és ez a bizonyos utolsó Kádár beszéd, ez ennek a jelképe. Nagy Imrével és Rajkkal kapcsolatban is megszólal a lelkiismerete. Igen, tehát mind a két ember halálához köze van. Nagy Imrét ő maga végezteti ki. Ez Kádár János egy személyes döntése. Tehát, hogyha Kádár János nem gondolta volna azt, hogy Nagy Imre veszélyes az ő hatalmára, akkor egyébként Nagy Imrének nem kellett volna meghalnia. Ruscsov sem akarta, meg a szovjet pártvezetés sem akarta. Tehát ez Kádár egyszemélyi bűne és felelőssége, Nagy Imrének a halála. Viszont Nagy Imrét utálta. Tehát érzelmileg ennyiben másabb a helyzet. Kivégeztette, és az öreg Kádár a lelkiismeretével küzdött, de még ebben a lélektani szituációban is Nagy Imrével szemben gyűlöletet táplált. Rajk más. Rajk haláláról nem ő dönt, hanem Rákosi Mátyás dönt, de Kádár ezt kiszolgálja. Rendkívül immorális módon szolgálja ki. De Rajkkal barátok voltak. És az bizonyos szempontból még nagyobb morális teher, hogy közreműködsz az egyik legjobb barátodnak a kivégeztetésében, a koncepciós perben, hogy tegyen tanúvallomást, hogy megalázod a barátodat annak érdekében, hogy maga a per létrejöjjön. Tehát ez bizonyos tekintetben nagyobb teher Kádárnak a lelkében, mint Nagy Imre kivégeztetése. De mind a két jelenség azért egymással párhuzamosan ott van, és marja. És erre mondom azt, hogy ez így van rendjén. Tehát ez egy reménykeltő szerintem az emberiség története szempontjából, hogy a diktátoroknak legyen lelkiismerete, és akkor talán elkerüljük a véres diktatúrákat. Reméljük. Igaz-e, hogy a haldokló és beszámíthatatlan Kádár utolsó napjai egyikén felkelt az ágyából, és a kórházi ágyból is indulni akart Nagy Imre temetésére? Igen. A kezelő orvosa, Récsányi professzornak a visszaemlékezéséből tudjuk ezt. Azt gondolom, hogy ez a történet, ez a rendszerváltozás szimbóluma. Tehát azért képzeljék el a helyzetet. Kádár János szó szerint haldoklik. Tehát bent van a kórházban, infúziók tartják életben, és letépi magáról az infúziót, nem, akkor már ő egyébként nem tud fölállni, nem tud mozogni, összefüggéstelenül beszél, és letépi magáról az infúziót, föláll, elindul, és azt motyogja, hogy engedjenek, megyek Imre temetésére.
akkor már egyébként túl vagyunk a Nagy Imre temetésen, tehát akkor már lezajlott a Nagy Imre temetés, tehát körülbelül 2 héttel a Nagy Imre temetés után vagyunk. Nyilván egy diffúz elméről van szó, de megint csak a lelkiismeret. És akkor természetesen az orvosok visszaterelik, az egészségügyi személyzet visszafekteti az ágyába. Onnantól kezdve nem mozog többet, nem kel föl, nem beszél. Egyetlen egy olyan mondata van, ami még értelmezhető, amikor még úgy be lehet azonosítani, hogy mit gondolhat, az pedig arról szól, hogy öljenek meg. Tehát ez az lényegében ezek az utolsó gondolatai. Tehát ez, hogy az utolsó mozdulatában föláll, és erről beszél, hogy el akar menni Imre temetésére, ez a kádárizmus végének, ilyen értelemben a rendszerváltozásnak a legerőteljesebb szimbóluma. Viaskodik a lelkiismeretében. Grósz Károlyra visszatérve, mondhatjuk azt, hogy reformer miniszterelnök volt, és maradi bukásra ítélt pártfőtitkár. Azt gondolom, hogy igen. Grósz Károlynak a történeti megítélése az egészen borzasztó. Tehát, hogyha most szerveznénk egy közvéleménykutatást, akkor hát vagy az lenne, hogy Grósz Károlyt elfelejtették, vagy akik még emlékeznek Grósz Károlyra, rossz lenne a történeti megítélése. Az aradi tárgyalások elképesztő kudarca miatt, a fehér terroros beszéd miatt, tehát ennek megvan az oka, de Grósz megítélése az rossz a történeti gondolkodásban. Én nem rehabilitálni akarom természetesen Grósz Károlyt, hanem pusztán azt mondom, hogy mint volt miniszterelnöknek, neki is jár az objektív mérce, és ha objektíven próbáljuk Grósz Károlyt megítélni, akkor ez a kép jobb lesz, mint az a kép, ami most van az emberek fejében. Tehát önmagában azt, hogy objektíve, hisztéria nélkül próbáljuk elemezni például az ő miniszterelnök tevékenységét, az abban az irányban vihet bennünket, hogy ezt állíthatjuk, hogy jobb, mint az emberek gondolják. A miniszterelnöki tevékenysége azt gondolom, hogy egyértelműen pozitív, reformer volt, nagyon komoly reformokat indított el és valósított meg. Olvastam a korabeli kormányülések jegyzőkönyvét, ha kellett, bevállalta a politikai konfliktusokat, kockázatot vállalta a reformok érdekében. Ilyen a történelem. Ilyen a történelem, meg ilyen a történeti imázs. Minden, ami a rendszerváltozással kapcsolatban rossz történeti megítélés kapcsán, azt megkapta Grósz Károly. Németh Miklós, aki egy nagyon pozitív szereplője a rendszerváltozás időszakának, és valóban ő vezette át az országot a demokráciába, minden, ami a rendszerváltozás kapcsán politikai imás szempontjából jó lehet, azt mind megkapta Németh Miklós. Ilyen a politika, ilyen a történelem, tehát aki politikusnak áll, az ezzel számot kell, hogy vessen, hogy lehet, hogy nem lesz szerencsés, de lehet, hogy szerencsés lesz. Válhat belőle Németh Miklós, válhat belőle Grósz Károly. Az ország első számú politikusaként Grósz Károlynak mennyire kellett megküzdenie Kádár János árnyékával? Azt hiszem, hogy folyamatosan. Azt hiszem, hogy folyamatosan ezzel küzdött, hiszen azért gondoljunk bele, hogy Kádár János 32 éven keresztül volt ennek az országnak a vezetője. 32 év, az egészen elképesztően hosszú idő, és Grósznak pedig mondjuk azt, hogy két év jutott, és hát például az aradi tárgyalás, ebben most nem fogok mélyebben belemenni, mert nem lesz arra lehetőség, hogy ezt ki lehessen fejteni, de az aradi tárgyalásnak a fiaskóját azért vállalja be, mert ott is Kádár Jánosnak a szellemével küzd. Ugye Kádár azért dörzsölt figura volt, és pontosan tudta azt, hogy Ceausescuval egyszerűen nem lehet szóba állni. Nem lehet vele szóba állni, mert az ember, a politikus nem jöhet ki belőle jól. És éppen ebből fakadóan Kádár kerülte Ceausescut. Grósz Károly viszont annyira hitt a saját kommunikációs erejében, hogy úgy gondolt, hogy na majd ő megmutatja,
hogy ő még a Ceausescu-t is majd helyre teszi. És ebből jött az aradi kudarc, mint olyan. Ezt nem biztos, hogy bevállalta volna, hogyha nincs az, hogy meg tudja magát mutatni, hogy hát van ő olyan, mint Kádár János. Sőt, bizonyos szerintem még jobb is lehet, mint Kádár János. Tehát ez egyértelműen annak az illusztrálása, hogy ezzel a bizonyos árnyékkal küzdött. Ugye sok-sok interjút is készítettem ehhez a kötethez, meg egyáltalán a Grósz Károly életéről szóló kutatáshoz, és készítettem egy interjút Szinetár Miklóssal is, aki a 60-as években kifejezetten jó barátságban volt Grósz Károlya. Szinetár Miklós javaslatára, meg kérésére jött le a szabadtéri egyik színdarabját megnézni Grósz Károly, tehát Grósz meg Szinetár itt együtt nézték az egyik darabot. Tehát kifejezetten jó barátok voltak, a későbbiekben persze volt közöttük ellentét, de mégiscsak volt közöttük egy nexus, és Szinetár Miklósnak van szerintem egy egészen képszerű, nagyon könnyen vizualizálható és átélhető története ezzel kapcsolatban. Ugye elmesélte a Szinetár, hogy ő mint MTV elnök helyettes rendszeresen meghívást kapott az állami protokoll eseményekre meg rendezvényekre, és április 4-én, ugye régebben április 4-e, úgymond Magyarország felszabadításának az ünnepe, az állami ünnep volt, és ilyenkor nagy protokoll rendezvényt tartottak a parlamentben, a Nándorfehérvári teremben. Nagyon nagy protokoll, az állami elit, a politikai elit ott van, gazdasági művészeti elit ott van, és hát elmesélte a Szinetár, hogy az volt a koreográfia, hogy mindenki ott durúzsol, beszélget, társasági életet él, és egyszer csak megjelenik Kádár János, ugye Szinetár elmondása szerint ez olyan, mint amikor a filmekben megjelenik a cár, megjelenik a király, mindenki csöndbe. Mindenki csöndbe lesz, mindenki azt figyel, hogy merre jár Kádár János. És van az egésznek egy ilyen pátosza. És elmesélte Szinetár, hogy ott volt azon az április 4-i protokoll eseményen, amikor viszont már Grósz Károly volt a pártfőtitkár, Grósz Károly volt az ország vezetője, ugyanúgy állami protokoll, ott vannak az illusztris vendégek, a patinás hatalmas nagy parlamenti teremben, beszélgetnek a vendégek, egyszer csak megjelenik Grósz Károly. És nem történt semmi. Az emberek ugyanúgy beszélgettek tovább, nem vették észre. Vagy pontosabban, ha észre is vették, nem figyeltek rá. Nyilván ez egy szimbólum. És persze igazságtalanok vagyunk, hogyha csak ezt emelem ki, de ugye a történelmet az ilyen típusú szimbólumokon keresztül tudjuk megérteni, és azt gondolom, hogy ez egy picit segít bennünket, hogy ezt az egész jelenséget meg tudjuk érteni, hogy miért van az, hogy Kádár Jánosról mindenki tud, manapság is, Grósz Károlyt pedig elfelejtették. Kádár Jánosnak 32 év adatott, Grósz Károlynak pedig 2 év. Jön a rendszerváltozás, és elsodorja Grósz Károlyt is, és az egész kommunista rendszert. Hogyan telnek a nyugdíjas Grósz hétköznapjai? Amikor arról beszélünk, hogy vannak szimbólumok, akkor azt gondolom, hogy a nyugdíjas Grósz Károlynak az élete és a mindennapja is szimbólum erejűek. Egyszerű nyugdíjas lesz. Kiköltözik Gödöllőre, és egészen boldog hétköznapjai vannak. Úgymond egyszerű életet él, szeret horgászni, elmegy bevásárolni, és ez egyébként egy szép történet. Tehát az a jó, hogyha a politikusoknak a nyugdíjas éveik azok ilyenek lehetnek. Persze van, amikor beszólogatnak neki, meg van ilyen, hogy megmérgezik a kutyáját, tehát ilyen persze van, tehát van, hogy kapja az ívet, amikor emberek közé megy, de alapvetően van neki jó néhány boldog éve ott kint Gödöllőn, sőt lényegében azt lehet mondani, hogy négy boldog éve van kint, szereti ezt, mennek hozzá emberek, szeret beszélgetni, barátkozni, kifejezetten arról szól szólnak a különböző visszaemlékezések, hogy tényleg mennyire jó formában van, nagyon sok interjút vállal, véletlen arra téved egy újságíró, befújja a szél az újságírót, azt is fogadja, tehát nagyon-nagyon egy ilyen társasági életet él. 94-ben fordul ez rosszabb irányba, amikor beteg lesz, veserákot diagnosztizálnak nála,
Az erről szóló források azok egészen elbevágóak. Tehát ahogy Grósz beszámol arról, hogy miket tapasztal a kórházakban, hogy milyen szenvedést tapasztal. Tehát nagyon emberi az egész történet, és tudjuk azt, hogy 96. januárjában hal meg Veserákban. Nagyon különös dolog, hogy a felesége is 1989-ben Veserákban halt meg, tehát férj és feleség mind a ketten Veserákban halnak meg. A temetése viszonylag nagy temetés, tehát több ezren ott vannak 96. januárjában, és megkapja ilyen értelemben a méltó megemlékezést, de már akkor elkezdik ugye hasonlítgatni. És ugye a Kádár temetés, hát ugye 100 000-es temetés volt, Grószé pedig mondjuk így, hogy sok ezres, de hát azért óriási a különbség, és ugye körülbelül 3 évvel korábban volt ugye, két évvel korábban volt Antal József temetése, Grósz temetéséhez képest, ugye az is egy hatalmas nagy temetés volt. Tehát ez a fajta rossz történeti megítélés már ott lecsapódik, hogy a korabeli publicisztikákban az jön elő, hogy hát igen, voltak Grósz temetésén, de bezzeg Kádár temetésén mennyien voltak, ugye megint a bezzeg kádározás, meg hogy bezzeg Antal József temetésén mennyien voltak, és hát a későbbiekben is azt tapasztalhatjuk, hogy rossz a sajtója, tehát szegény ember, most fogalmazok így a halottról, tehát szegény elhunyt, már nem tud mit tenni, de a sajtója rossz. Sőt, egy rendkívül érdekes történeti pikantéria, ha egy miniszterelnököt, ha egy aktuális miniszterelnököt az ellenzéke nagyon, de nagyon bántani akar, akkor Grósz Károlyhoz hasonlítják. És a történeti imást érintő kutatásomban ezt is végigvettem, az összes miniszterelnök ezt megkapta a rendszerváltozás után. Mondom, hogyha nagyon-nagyon bántani akarták az illetőt, akkor ez volt az egyik adu, hogy Grósz Károlyhoz hasonlítják, tehát legrószozzák. Ezt magam is tapasztaltam egyébként, hogy amikor az interjúkat készítettem, hogy milyen rossz a megítélése, voltak olyan közszereplők, akiket szerettem volna megszólaltatni, de nem vállalták az interjút, mert nem akarták, hogy összegrószozzam őket. Hatalmas tudással rendelkezel ebben a témában, még nagyon sokáig elhallgatnánk, ugyanakkor készül egy YouTube felvétel is, és ezek 60 perces felvételek, tehát bármennyire is fájó, de az utolsó kérdést kell, hogy feltegyem. Mi lehet a következő lépés a kutatás során? Kádárról rengeteget írtak már, tervezel-e Grósz Károlyról egy átfogó monográfiát? Igen, ez a könyv az első darabja ennek a kutatásnak, és az a cél, hogy egy év múlva megjelenjen egy könyv, ami kifejezetten Grósz Károly miniszterelnök és utolsó pártfőtitkárnak az életét dolgozza fel a gyerekkorától, egészen így a történeti megítéléséig. Tehát ez az első, de majd jön a következő is. Remélem, hogy akkor is itt lesznek. Megyesi Konstantin, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mindenkinek szeretettel... Szeretettel ajánlom a könyvet, Apagyilkosság, Kádár János és Grósz Károly küzdelme. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, a dedikálásra akkor most nyílik lehetőség. Megvalósult a magyar kormány támogatásával. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.